Hamarosan nem lehet akadálya a román nyelvtudás hiánya az egészségügyi vagy szociális szolgáltatásokat nyújtó intézményekben. Január 1-től ugyanis hatályba lép az a jogszabály, amely előírja a kisebbségek anyanyelvét ismerő személyzet alkalmazását. Johannis államfő aláírta ma, kihirdette azt a törvényt, amely az egészségügyben és a szociális intézetekben a nyelvhasználati előírásokat tartalmaz. Ez a 20%-os, illetve az alternatív küszöböt is magába foglaló törvénytervezet, amely az Alkotmánybíróságnak a próbáját is kiállta. Azt jelenti, hogy a hivatalos közleményben megjelenik néhány napon belül, és elkezdheti a kormány az alkalmazási szabályoknak a megszerkesztését.